Nagy szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait és a kedves nézőket. Először erről a helyről, hogy a Sziget Fesztiválnak lehet 0. napja, akkor a polgármesteri hivatalnak is lehet, meg ennek az üléstéremnek is 0. napja. A projekt záró rendezvény és a hivatalos átadás előtt vagyunk egy, illetve két nappal. Ennek ellenére a mai testületi ülésünket a régi új fölöttet polgármesteri hivatalban tartjuk. És még nem vagyunk a végén, de nem tudom leplezni önömet e fölött. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes alpolgármester úr és Bálint Zsolt jelezték, hogy egy kicsit késni fognak. A kiküldött napirendi javaslat szerint első napirendi pontunk az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szól, a második beszámoló az első harmadik idei gazdálkodásról, a harmadik beszámoló lejárt határidő határozat végrehajtásáról és tájékoztató a képülést között eltelt időszak eseményeiről, negyedik Visegrád településfejlesztési koncepciójának és település rendezési tervének felülvizsgálata, tervezői részvételéről szóló közbeszerzés lezárása, ötödik döntés a családsegítésre, tehát gyermeki jóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 2016. január 1-től a teljes rendelkezésének megfelelő biztosítási módjáról, hatodik Pest megye önálló euróvégióvá válásának kezdeményezése, hetedik Visegrád 2,175-475 számú ingatlanon lévő tárolóhely ismétlett bérbevételéről szóló napirendi javaslat. 8. Sziget utca 11. szám alatti 6-os számú önkormányzati lakás bérbeadására kiírt elbírálása. 9-es Sziget utca 11 szám alatti önkormányzati bérlakás első számú lakásra vonatkozó pályázat kiírása. 10. Visegrád Nagy Lajos utcai járda felújítása, az térburkolat beszerzése. Ez volt a eredetileg kiküldött, és ezen túl kérem a képviselőtestületet, hogy az egyebek napirendi pont előtt vegye tárgyalásba a 112/7 helyező számú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondásról szóló előterjesztést, a megbízás az egyébként Visegrád Városközpont fejlesztési tárgyú projekt záró rendezvény megszervezésére vonatkozó előterjesztést, illetve Mikesi Tamás képviselő tiszteletdíjának felajánlására vonatkozó előterjesztést, és akkor ezután következne majd, jól számolom, 14. napirendi pontként az egyebek. Kérdezem a képviselőtestületet, elfogadja-e ilyenképpen a napirendet, amennyire igen, kérem, hogy most szavazzuk. Megállapítok, hogy jelenlegi képviselők egyhangú szavazatával, az 5 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a napirendet. Első napirend, tehát az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló költségvetési rendelet módosítása. Sok szeretettel köszöntöm László Anikót is, és megkérem, hogy röviden ismertesse a előterjesztést. Az önkormányzat költségvetési rendeletét szeptember 17-én módosította a testület. A mostani módosítás csak az azóta eltelt időszakra vonatkozik. Ebben vannak olyan tételek, ami a költségvetés főösszegét nem változtatja meg, csak összetételét. Ez leginkább a képviselői tiszteletdíjak felajánlásához kapcsolódik, illetőleg a beruházás és a dologi kiadások közötti átcsoportosítás volt, ami itt volt tervezve, és oda került könyvelésre, és vice versa. Ezek nem változtatták a főösszeget, ugyanakkor voltak testületi határozatok, amik az általános tartalék tervére születtek meg. Ezeket kellett átvezetni az új költségvetési, a költségvetési rendelet módosítása során. Ennek legnagyobb tételei az energiahatékonysági pályázat, meg a prorégió felé történő támogatás visszafizetés, illetve kamat visszafizetés tételei. Ezek illetőleg a beruházások, illetve a bevételeket igazítottuk a tényadatokhoz, és beemeltük az energiahatékonysági támogatásnak a támogatás tartalmát. Ennyi történt, ennek megfelelően az általános tartalék összege 121.153.000 forint lett,
a teljes tartalék összege 161.153.000 forint, és a költségvetés fő összege mindezek mellett 1.816.876 forint lett. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság a november 13-ai ülésen megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Kíván valaki hozzátenni valami kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérdezem a képviselőtestületet, hogy mi ez egy rendelet, módosító rendelet, minősítettségek igényeket, kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja, meghozza, megalkotja a rendeletet. Igen, kérem, hogy most szavazza. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a képviselőtestület megalkotta az előtte egyeztetés szerinti rendeletet. A második napi rendi pontunk, rokon téma, szintén amikor kérem meg, hogy a 2015. évi költségvetés első harmadik gazdálkodásáról szóló beszámoló röviden ismertetés. Úgy is úgy mondanám, mint az előző napi rendi pontnál, hogy az előző, a szeptember 16. ülésen megtárgyalta az egyfél év, az első fél évnek a gazdálkodását, tehát most csak a harmadik negyed év gazdálkodásáról beszélne a beszélni. Ebben a harmadik negyed évben indult el nagy látványosan a gátberuházás, illetőleg a hivatalnak az építése, aminek eredményeként itt vagyunk most. A gazdálkodásnak az eredményeként egy-három negyed évben 668.181.000 forint bevételt, és emellett 381.028.000 forint kiadást teljesítettünk. Úgy, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a harmadik negyedév adóbevételeit, a gépjárműadó helyben maradó részét véve. Tehát ezekhez a számokhoz, illetve a bevételi számokhoz még 86.678.000 forintot hozzá kell adni, hogy a tényleges eredményről beszéljünk. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 300.786.000 forint volt. Bevételi oldalon az adóbevételekről beszélnék, ami az októberi adatok ismeretében már 98%-on teljesült, ami szerintem nagyon jónak mondható. Bevételi oldalon semmi rendkívül nem történt a harmadik negyedében. Kiadási oldalon el kell mondani, hogy valamennyi intézmény tartotta a költségvetését időarányosan, valószínűleg nem lesz semmi gond az intézmények költségvetésével tartani fogják éves szinten is. A felhalmozási kiadások közül a legnagyobb tétel a Lajos Viszmajor felújítási kiadásai voltak, 21 millió forint. A gátnak és a polgármesteri hivatalnak még nem számláztak a kivitelezői, ez majd csak a negyedik negyedében fog megjelenni. A tájékoztató adatok közül a kintlévőségeink és tartozásaink jelentősen nem változnak, az fél éves szinten alakultak, és ennyit tudnék róla mondani. A harmadik negyedévről szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság november 13-i ülésén, elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozat javaslat szerint kérdezem a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslat tartozott mellékletét képező tartalommal elfogadja a harmadik negyedévi beszámolót, amennyi végén kérni most szavazni. Megállapítom, hogy 5 igen szavazott a képviselőtestület elfogadta a beszámoló. Köszönöm szépen a jelenlétet és az ismertetéseket. Következő napi rendi pontunk beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A kiküldés, vagy a kiküldött anyagban ugye részletesen szerepelnek ezek a határozatok, igazából
várom a kérdéseteket, hogyha van még a kapcsolatban többet szeretnétek hallani. Ezek nagy része teljesül, illetve én megragadnám itt a pillanatot, meg az ilyen szokásos polgárosági beszámolót ezzel kapcsolatosan. Szia! Röviden megtartsam. Nyilván itt van átfedés a lejárt határozatok között is. Ugye a jelenleg éppen három nagy, még nagyobb és még nagyobb projektünk van, ami folyamatban van, illetve záráshoz közeledik. A legnagyobb az az ágyvízvédelmi beruházás első üteme, amelynek műszaki átadási munka folyamata megindult, megkezdődött. Várhatóan november végén 26-án van kifűzelnek a lezárása, azután már csak garanciális típusú munkáknak megfeleltethető munkavégzés zajolhat, tehát a fővédvonalnak híva és hiánymentesen kész kell lenni. A műszaki eljárás, megindításakor egy hosszú híva és hiánylista keletkezett, aminek a javításán dolgozik jelenleg a kivitelező. Ezzel kapcsolatban volt egy helyszíni ellenőrzés, ez még nem a záró ellenőrzés, mert értelemszerűen az majd a projektzárás kapcsán, illetve a záró dokumentáció benyújtása után várhatóan a decemberben. A városháza építése, illetve a városközpont beruházás állása, ugye így a mellékelt ábra szerint is, ugye most már itt tudunk ülni, tehát itt a műszaki átadási eljárás az lezárult. Nyilván itt is vannak még kisebb-nagyobb munkák, amiket a kivitelező most már a garanciás időszakban még el kell végezzen. Ezek folyamatban vannak. A holnap a napon hivatalos projektzáró ünnepség, 20-án pedig egy átadó ünnepség lesz, melynek keretében adjuk át a Niedermüller díjakat első alkalommal, de azt mindjárt 6 személynek itt utalok arra, hogy ezzel kapcsolatos határozat az végrehajtatott, és a rendkívüli ülésünk, ami egy volt az elmúlt időszakban, az pedig a díjazottakra vonatkozott, ez is az ő értesítését is megtörtént, mert elkészültek a oklevelek és a díjak. A iskola fejlesztési programunk ugye nem egy formális fejlesztési projekt, de az is történik, a vázlatterv elkészül, ezzel kapcsolatban egy nagy napon volt tervtanács, aki észrevételezte, főképpen építészeti észrevételek hangzottak el, funkcionális értelemben a vázlattervet el tudtuk fogadni, és a tervtárs is el tudtuk fogadni. Szervusz! Szia! Barátom! És volt is. De úgy néz ki, hogy halad a terveknek megfelelően az iskola bővítésnek a tervezési munkája is. Hasonlóképpen örömteli hír, hogy de még a pontos dátumot nem tudjuk, de várhatóan most már csak hetek, néhány hét kérdése, hogy Visegrádban legalábbis a betegek, azt a szóhasználatot kell használni, szempontjából az orvosi ellátás, ha nem is a várt végleges állapotába, de mindenképpen egy ismét egy minőségi ugrást fog végrehajtani, hiszen dr. Balog Mónika doktornő már itt van a december folyamán el fog tudni kezdeni rendelni, és ő fogja a heti 20 órás rendelési időt hát kitölteni, a rendelést szolgálatot ellátni. Ezzel kapcsolatban egyébként még a mai napon lesz egy napi rendőrző zárt ülésen, de úgy tűnik, hogy ez a kérdés, a megoldása
befordult a célegyenesbe. Itt mindenképpen szeretném, vagy itt is szeretném megadni az alkalmat, hogy megköszönjem dr. Rozsai Károlynak azt a áldozatos munkát, amit az elmúlt egy évben, ugye az első fél évben korábbi doktori helyettese, azután pedig az önkormányzat megbízásából mégiscsak tartotta a frontot, és hasonlóképpen asszisztensének, lányának is köszönet az elmúlt fél évben, egy évben elvégzett munkáért. Nyilván ez nehezebb volt így, mint vágyott normális állapotban. A másik, illetve a harmadik összegszerűségét tekintve a legkisebb pályázatunk, de ott viszont ilyen nehézséget az okozza, hogy viharsebességgel kellett a pályázatot megírni és előkészíteni és kivitelezni, és ez az energiahatékonysági pályázat. Itt a mai napon arról fog beszámolni, hogy a Sziget utcai épület az közel áll a kész állapothoz, a rendőrségi épületnél zajlik most a munka dandárja, tehát már részben kicserélték a nyilászárókat, és a hőszigetelési munkák nagy része is elkészül, és a művelődési háznál is a fal szigetelési munkák elkészültek, az ablakoknak ott a gyártása folyik, remélhetőleg ez is határidőre be tudjuk ezt fejezni, és az három épület is kiegészben, kirészben, de megújul. Van-e valakinek kérdés a beszámolóhoz, illetve a határozatban érintett kérdésekhez? Amennyiben nincs, és a képviselőtestület elfogadja a beszámolót, azoktól az 21. november 9-én közötti lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szól, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy hat ingyen szavazásra a Kocsira Tamás Gergely, a polgármester közben megérkezett, tehát hat ingyen szavazásra a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk az 5. Tessék? Következő napirendi pontunk a döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának 2016. január 1-től hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosításának az ő módjáról. Bocsánat, elbúgottam egy elnézést kérek. Máskor alkalmányos, hogy szokott segíteni, hogy betipáljon, hogy vagyunk, csak most elnézést kérek. A negyedik napirendi pontnál tartanék csak. Visegrád településfejlesztési koncepciójának és település rendezési tervének felülvizsgálata és engedélyezési eljárásban való tervező részvétel tervű közbeszerzés lezárása. Amint ismeretes már egy körülbelül emelkedő intenzitással, de nagyjából egy évvel Zsolti? Tehát amit ismeretes a település rendezési tervünk felülvizsgálatra szorul részben, ugye ezt 5 évenként, illetve a módosított tékenek megfelelően is jogszabályi kötelezettség. Az előkészítő munka az már hát lassan egy éve zajlik. Eljutottunk oda, hogy közbeszerzési eljárást tudtunk kiírni a módosítás elvégzésével. Ez talán sűrű. Gratulálok, ezt nem tudom, hogy a hang, a mikrofon hogy vette ezt a sokkot, amit okoztam. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére közbeszerzési eljárást kell indítani azért, mert az előzetes tájékozódásunk szerint a közbeszerzési értékhatárt eléri az értéke a munkának, az ellenértéke a munkának. 4 építész irodát hívtuk meg, és megérkezett. Tehát 4, szia, negyedik napi rendi pont.
tartottuk. Tehát 4 építész irodát hívtuk meg, a Város Kínpanon Kft-t, a Hadas Építészmérnök Vészeti Kft-t, az Urbális Stúdió Kft-t, az Eko 96 Mérnök és Humán Szolgáltató Kft-t. A közbeszerzési eljárást dr. László Viktor folytatta le. Mind a 4 ajánlattevő bejutatta az ajánlatát. Elég nagy árbeli szórást mutattak az ajánlatok, különös tekintettel mondjuk a Hadas Építész irodájára, amelyeket kiugróan magas tervezésre ajánlatot tett, nyilvánvalóan nyertes nem lehetett. A hiánypótlást, illetve kiegészítő információkat kellett bekerni ezt a közbeszerzési jogszabályt, az eljárás szerint a közbeszerző intézte, és ennek alapján az Eko 96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft., a Város Kínpanon Kft. És az Urbanis Stúdió Kft. Ajánlata teljes körű és érvényes. A Hadas Mérnöki Művészeti Kft. Nem adott be hiánypótlást, lehetően érzékelték, hogy hiába adnak be, hogy jelentesei nem lehetnek ennek a tendernek. Mindezek alapján, és a Bírálóbizottsági Javaslata alapján közbeszerzési eljárás nyertesének az Eko 96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft. Javasolom, és a tartalmazott javaslat szerint is, vagyis ezt szeretne javasoljuk nyilvánítani. A második helyezettnek pedig a Város Kínpanon Kft. Tekintettel arra, hogy ajánlatuk egyaránt érvényes a Eko 96 Mérnöki Humán Szolgáltató Kft. 6.200.000 forint plusz áfa ajánlatot tett, a Város Kínpanon pedig 9.900.000 forint értékű, tehát lényeges mértékű különbség van a két ajánlat között. A határozati javaslat nem megfelelő tartalmú. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, és a képviselőtestület elfogadja a küldött határozati javaslatot, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk az, amit az előbb elkezdtem mondani. A döntés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-től általános rendelkezésének megfelelő biztosítása módjáról. Sajnos a terem akusztikája nem teszi lehetővé a sustorítást. Egy 2015 júliusi törvénymódosítás miatt annak következtében a gyermekjóléti családsegítési gyermekjóléti szolgáltatások más formában működnek, mint korábban. És 2016. január 1-től 2015. júliusban fogadta az országgyűlésre vonatkozó törvényt. És itt ugye az a család és gyermekjóléti szolgálat, illetve család és gyermekjóléti szolgáltató központ, az fogalmilag és szervezetileg is jobban elválik. Ennek a bizonyos központnak a működtetése 2016. január 1-től a járási székhely város települések dolga, az ő kötelezettségük, a szolgálat működtetése és üzemeltetése az továbbra is a helyi önkormányzatok feladata és kötelezettsége. Ezt a feladatot eddig az önkormányzat társulásban látta el, és itt valójában egy szervezeti egység látta el ezt egy önkormányzati társulásban, amelyik Szentendrétől Visegrádig
láttál ezt a feladatot. Itt a, mivel hogy változott a jogszabály, ezért ugye itt a társulásban való feladatellátást azt eddig kiemelten és tulajdonképpen kiegészítően finanszírozta eddig a törvényi környezetnek megfelelően az állam. Ez most már nincs, most már ilyen kiemelt többletfinanszírozás a társadalomban való ellátáshoz nem jár, és mint említettek, ennek a központnak a feladatait kiemelte ebből a körből. A megváltozott törvényi feltételeknek megfelelően a Dunakanyar Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője elkészítette a jövő évre szolgáló költségvetést, ez viszont, viszont azt láttuk, hogy ez a szembesültünk, és szeretném megköszönni mindenképpen ezen a helyen is a Mindési Tamás képviselő úrnak a munkájának jelenlétét, mert ő helyettesített az első ülésre, és ez egy nagyon fontos ülés volt. Ugyanis azokból a normatívából, amit a települések ezeket a feladatoknak az elvégzésére kapnak, nem finanszírozható teljes egészében az a működés a változatlan formában. És egy olyan tervezetet tettek elénk, amelyikben tulajdonképpen a normatíván túli többletbefizetést kellett volna megtenni minden egyesebb kormányzatnak, azért, hogy változatlan formában elvégezhetőek legyenek ezek a feladatok. Dunabogdány jelentője és polgármestere volt, aki hát észrevételt tett, és emellett tulajdonképpen Szentendrén kívül az összes település, tulajdonképpen a DÖD, úgynevezett DÖD-nek a települései hát egységesen tudtak föllépni, hogy ezt nem szeretnék megtenni, különösen azért nem, mert a kisebb településeknek a finanszírozása, ami az ő feladataikat finanszírozza, az a törvényben meghatározott kerekítések miatt egy felülfinanszírozott állapot, mivel egy pici település, tehát ugye 3000 főnként finanszíroz egy személy vagy egy fő munkavégzést a törvény, mivel hogy Visegrád is kisebb, meg számos törvény településen még kisebb, tehát ezek felülfinanszírozott településekké válnak. Mi azt képviseltük, ezt az álláspontot képviseltük, hogy hosszabb távon, semmiképpen, mivel hogy egy felülfinanszírozott helyzetben vagyunk egyébként, nem szeretnénk további befizetéseket tenni azért, hogy egyébként társulásban láthassuk el ezt a feladatot, és mivel hogy a központ működtetése nem ezeknek a településeknek, hanem Szentendrének a feladata, és erről egyébként kap is támogatást, tehát nem szeretnénk egy ilyen egyébként nem jól kialakított rendszert finanszírozni és működtetni. Viszont ezt a jövő évre vonatkozóan nem lehet megtenni, hisz mert ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogy ezt külön végezzük ezt a feladatot, hogyha erre mi munkaszervezetet alakítunk, vagy alakítunk, és ezek a DÖT által letelett települések akár ennek a társaságnak a keretében, vagy egy másik keretében ebből a finanszírozásból ezt a feladatot megoldják. De ennek egy komolyabb átfutása van, úgyhogy végül is abban maradtunk a Szentendrével, illetve a DÖT-tel való egyeztetés során, hogy a következő évben a finanszírozást azt úgy tesszük össze, rakjuk össze, hogy a normatívából, illetve a korábbi működésből megmaradt a társulásban meglévő tartalékból a jövő év működtethető tovább, tehát extra befizetés nélkül. Ezt jövő év, ha jól veszem, júniusáig egy beszámolót kérünk ennek a végrehajtásáról. Már is 31-ig, tehát azért, hogy a júniusig lássuk, június közepéig lássuk, hogy ez működőképes, illetve arra kértük a Családsegítő Szolgálatot, hogy dolgozzon ki olyan illetve Szentendrét, hogy dolgozom ki olyan forgatókönyvet a 2017. évre, amelyik a többi körülményeknek megfelelően, de a normatív finanszírozásokból megoldja többet befizetés nélkül a
Visegrádhoz hasonló kisebb településeknek is a szolgáltatási kötelezettségét. Amennyiben ez nem megoldható és nem történhet meg, úgy nyilván fontolóra vesszük azt, hogy kilépjünk ebből a gondolkodjon családsegítő gyermekszolgálat fenntartó társadalmában, amit ugye szeptember és Budakalász is benne van ilyen pillanatban, és akkor egy kisebb méretű társulásban látjuk el ezt a feladatot, ami viszont az előbb elmondottak, illetve a normatívából finanszírozható. Elnézést kérlek, ezt rövidebben nem tudtam volna összefoglalni. Nem tudom, Tamás, hogy elmondtam-e minden szerint. Igen, az összes részletet, tehát lehet, hogy nem. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Tehát igazából ami a lényeg, hogy a jövő év így mi tud menni, az ellátásbiztonság az megvan, és jövő év közepén táján lesz egy olyan helyzet, amikor döntés lesz részben Szentendrén felül is, részben pedig mi általunk is elkezdeni azt, hogy maradunk társulásban, és tudunk tovább menni, vagy pedig más formában látjuk ezt a feladatot. Ha nincs kérdés, akkor két határozati javaslat van. Az első határozati javaslat az tehát az, hogy amit elmondtam, tehát a 2016. január 1-től továbbra is a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás útján biztosítjuk az ellátást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja a testület a működést, illetve felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodásnak az aláírására, amelyben a képviselőtestület elfogadja a határozat javaslatot. Kérni most szavazni. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 ilyen szavazattal elfogadta a határozatot. A második határozati javaslat pedig ugye arról szól, hogy megvizsgálja a képviselőtestület 2017. évtől, hogy más szervezeti keretek szerint látja el a jövőben ezt a feladatot, ezt ugye adatok alapján fogjuk tudni megtenni, és ezzel kapcsolatban a polgármester kap feladatot május 30-ig. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja a határozott javaslatot, kérem, hogy most szavazzunk. Megállapítom, hogy 7 éve szavazott, hogy a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Következő napirendünk Pest megye önálló NACS 2, mert nem szokták nevet francia betű szó, régióba válásának kezdeményezése. Egy pillanat türelmet kérek. Tehát itt a Pest megye közgyűlésének elnökétől kaptunk egy levelet, amelyik erre kér föl és erre bíztak minket. A határozati javaslatban Jenzi úr részletesen ismerteti ennek a alátámasztására fölhozott érveket. Ugye itt röviden arról van szó, hogy mivel Pest megye Budapesttel egy eurorégiót képez, ezért a közép-magyarországi régió átlagos statisztikai fejlettsége olyan magas, hogy pénzügyi, mindenféle gazdasági egyéb mutatók tekintetében, hogy Európai Uniótól származó támogatásokat jelen ciklusban, tehát a 14-20-as időszakban gyakorlatilag nem is nagyon tud igénybe venni, ugye nem össze meg senkit, hogy azokat, amiket most zárunk le, az előbb ismertettem, azok még a 7-13-as ciklusnak a lecsengései. Tehát igazából ezzel kapcsolatban, hát többféle, tehát az évek óta téma, hogy hát miért nem tudunk megszabadulni Budapesttől, többféle elképzelés is született ezzel kapcsolatban, tulajdonképpen ez a határozati javaslat ezt támasztja alá, tehát a Visegrád is támogatja azt, hogy Pest megye váljon le Budapesttől, hiszen azért lássuk be, itt a Pest megye szélén, de beszéltünk itt akár Gavas vagy Bács környékén,
Nógrád megyével határos települések, akik Pest megyében vannak, infrastruktúrájukat tekintve, például úthálózatokat, egyébként tekintve semmivel nem fejlettebbek, mint a táblán túli nógrádi, vagy Komárom-Esztergom megyei, vagy alföldi régiók települések. Van olyan kérdése ezzel kapcsolatban, ha nincs, és a képviselőtestület elfogadja az ezzel kapcsolatosan kiküldött határozatot, kérem, hogy most szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk a 175/4 és 175/5 helyezett számú ingatlanon lévő tárolóhely ismételt bérbevételével kapcsolatos előterjesztés. Itt ennek az előterjesztője jelző úr. Ez a 43-on a MIFA KFT telepeje található, ismertes az önkormányzat a 2014. szeptemberében kötött telephely kérdőjével, a KFT-vel kérdőszerződés, hogy a különböző képek, berendezések, tárolására, polgármesteri hivatalból elhelyezésre került útulók tárolására. A bérleti szerződés 15. május 15-ével lejárt. 15. május 2-án már az önkormányzat kezdeményezte a bérleti szerződés kötését. A telephely a MIFA Kft. EFA felszámolási jogait gyakorló CIROL Kft.-től a telephely tulajdonosi jogokat gyakorolja a CIROL Kft., vagy a bérleti szerződés megkötését. A CIROL Kft. Többször írásbeli és szóbeli kérésünk, fülgető kérésünk ellenére mind a mai napig nem nyilatkozott a bérleti szerződés kötés kérelmünkről. Csak november 2-án érkezett levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a telephelyet október végével a bérbe adta a Kuséta Kft.-nek. Az önkormányzatnak továbbra is meg kell oldani ezt a különféle tárolási gépek tárolását, mert az önkormányzat végkező csoport telephelye nem alkalmas minden munkagép tárolására, illetőleg az árvízvédelmi beruházás mobil elemének tárolása, végleges tárolása, mint az árvízvédelmi elemeket meg kell oldani. Ezzel kapcsolatban a Pipsi Parkert közé elvétő korábbi határozatnak alapján született, hogy bérleti szerződés köt, de a szerződés azért nem került aláírásra, mert jelenleg nem volt meg az biztonságosabb, teljesítőságosabb az épületben a mobilelemek tárolása. Gyakorlatilag most arról szól, hogy tehát november 1-től az önkormányzat, illetve a Rusita Kft. Csak abban az esetben kötött az önkormányzattal kérdezi szerződés november 1-től, hogyha a CIROL Kft. A felszámoló engedélyezi ezt. Tehát ezzel a tartalommal, tehát továbbra is napi 50 ezer forintért 20%-os átlag mellett meheti az önkormányzat bérbe ezt a Rusita Kft.-től, ha a CIROL Kft. Engedélyezi. Ez a feltételes módon is került elfogadásra. A tárolóknak illetőleg nyilvánvalóan annak ellenére, hogy az önkormányzat hibájára van a CIROL Kft. Tulajdonos mulasztása vagy élelmi választása miatt május 15-től az önkormányzat jogcím nélkül szívességi alapon használta a Visegrád 174 és 175-es helyezett számú ingatlanokon van különféle raktárhelyiségeket. Ezért ezt a elmúlt időszak szívességi használat így áll a Kuséta Kft.-nek meg kell fizetni.
Mivel a Rusita Kft.-nek sajnálatos módon eljáró tartozása van az önkormányzat irányába, ezért használhatni ilyen probléleti kompenzációt rá megfizetése kerülne. Köszönöm szépen. A, ugye itt, hogy teljesebb legyen, legyen a kép, ugye, ami elsősorban szeretnénk tárolni, tehát átvizsgálni beruházásnak az elemei, átmeneti legnagyobb a tárolókat ellen készül. Ugye itt erre van egy, hogy mondjam, most már ez nem is tudom, hányadik típusú terv, ugye ez egy nagy mennyiségről van szó, tehát van már átterv, B-terv, C-terv, B-terv. Nyilvánvaló, hogy ez addig égetik különösen, amíg el nem készül az épület, remélhetőleg a jövő évben. Viszont ugye, ahogy elhangzott, a Pirisi parkerben a biztosítható területen a teljes mennyiség nem helyezhető el. Attól ismertette az ennek a területnek a nehézségeit, úgyhogy éppen emiatt már korábban, hetekkel, belemenet hónapokkal korábban a Foster központhoz fordultunk, hogy a fő utca, segíts nekem, igen, köszönöm szépen, tehát ez a volt műemlék épület raktárait vehessük bérbe, arról tájékoztatott a polgármester úr, hogy közben járt azért, hogy ezt a kérelmünket minél gyorsabban bírálják el, ez folyamatban van, remélhetőleg erre sor fog kerülni hamarosan, de várhatóan ugye december 1-től nekünk tárolnunk kell ezeket a elemeket, tehát ezért is szükség van arra, hogy minden lehetőséget életben tartsunk. Van-e valakinek kérdése még? Nekem fölül is. Parancsolj. Először is hát kérdezem el, hogy ez mikor anyag, mert én erről nem láttam semmit. A délután fogom. Ez papírus nyitődésre. Akkor már mit kérhetek, hogyha ezen túl ilyen anyagunk lesz, azt vagy levegyük napirendi pontra. Hát ugye te voltál pont az Adonyi Gézánál, legalább 3 nappal előtte küldjük meg. Na most én nem tudom, hogy mi van, lehet, hogy valaki rájön fél 5-kor megnézni az e-mailjeit, én dolgozom, nekem nincs időm megnézni az e-mailjeit, akkor fél 6-kor ide lejöttem meg, és fogalmam nincs, hogy miről van szó. Akkor hadd kérdezzem el neked, ez a Lüssi Ilka, ez akkor most elmentek május 1-től, nem fizettünk nekik idáig, és azt kell most kifizetnünk. Egyszer? Igen. És ez mennyi volt? Nem 70, 50, 50. Jó, plusz áfa? Nem. Az, hogy most tovább kérdezhetjük-e tőlük, az megkérdeztük ettől a jó illetőt, vagy erre nem volt hajlandó válaszolni? Persze, megkérdeztük. És lehet? Milyen jó? Hát a felszálló. Nem válaszolt. Nem válaszolt érdemben az jelenlő kérdésünk. De mivel ő gyakorolja a tulajdonosi dolgokat, hát bármilyen szerződés megkötéséhez az ő engedélyezés. Sokkal válaszoltak. Jó, de nem válaszoltak. Ez a dolog. Mert ő önkormányzatoknak még közvetlenül akarta tőle. Azt hadd kérdezem már, hogy ez a Lüssi Ilka Kft. Mióta létezik itt Visegrán? 14. Tehát mondjuk egy éven, körülbelül egy éven. Azóta sikerült neki egy akkora összeget fölhalmozni a adósságunkban, hogy ezt le fogjuk tudni hozni tőle. Mert ha egy ilyen cégünk van, akkor nagyon sokat nem akarjuk ezzel a céggel csinálni. Mert ha 2011 egy év alatt föl tud halmozni ennyi köztartozást, akkor ez megint egy olyan cég, mint a WIFA. Ugye tudjuk, hogy ez milyen cég, ez a WIFA-nak egy kis leányvállalkozása, hogy eljátsszák itt a pénzt, és mindenki ne legyen abból a nagy összegből, amit a WIFA-val tartozik idáig nekünk, abból ne legyen semmi. Hadd kérdezem már meg, hogyha ennek a felszámolnak, ez a Lüssi Ilka fizet, akkor a felszámol miért nem fizet az önkormányzatnak valami pénzt abból az adósságból, amiben van 20 millió forintot? A Lüssi Ilka nem fizet. Tehát a Lüssi Ilka odaadta ezt az egész területet úgy, hogy egy három petákat nem látjuk soha. Nem látom, nem tudjuk, hogy jó, és akkor ezt a 300 ezer forintot, akkor ezt most abból a köztartozásából fogjuk levonni, ugye? Persze. Van ennyi összeg a tartozásra? Van. Tehát az azt jelenti, hogy több mint 300 ezer forintot sikerült neki fölhalmozni egy idő alatt. Jó, egy cég lesz. Köszönöm. Ezt
ezt akartam, csak hogy tudjuk, hogy milyen céggel állunk szemben. Jó. A határozati javaslatban egyébként erre vonatkozóan van is javaslat, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat másoktól oldja meg ezeknek a dolgok a tárgyalását. Annyit kérnek, hogyha megoldottuk másoknál a tárgyalását, abban a pillanatban ezt a céget vagy szólítsuk föl, vagy számoljuk föl. Tehát ne várjuk meg nekem, hogy milliós adóssága legyen, abban a pillanatban, hogy megvan, indítsuk el az eljárást. Ne várjunk, ne akarjunk hitelt, ne akarjunk részletfizetési megállapodást, számoljunk föl. Mert ez a KFT, a WIFA KFT-nek egy lányvállalat, és ugyanaz fogja eljátszani, mint a WIFA eljátszott lenne. Azért kérem, hogy ezt ne játszunk ebben el. Nem érdekel, hogy ki van benne a cégben, ki csinálja, de ezt nem fogjuk még egyszer eljátszani, mert megint egy ekkora adóságot, mint amit a WIFA fölhalmozott még egyszer. Mert tudjuk, hogy ez csak az átjátszás kérdése az egész. Jó? Ennyi. Köszönöm. Köszönöm. Egyébként ez az anyag azért ma került kiküldésre, egyébként hogy az eredeti napirendi javaslattal együtt is, ez a, vagy abban is szerepelt, hogy ez ma fog kimenni, mert azt reméltük, hogy a felszámoló választ a közben is kereste őket Attila, és ez befolyásolható volna az előterjesztésre, de nem tudtuk választani. Sajnos. Az igaz, csak az alapvető benne van, lehet, hogy úgy átküldeni, hogy ha esetleg valami változás van, azt tudta elmondják, fogalmam nem volt. Jó, hát akkor legalább ezt az egyet. Oké. Okay. Addig érdemesen most megküldjön az ingatlan, ami folyamatosan tartoznak, hogy így elmondják. Hát nincs ingyen, mert az... Most így ingyen, mert lesz a vagyok. Hát, de nem kell fizetni. Úgy csak akkor azt a tesz, hogy nem egy olyan céggel kedveskedik, amelyek ellen nem fog fizetni, tehát neked is mondhatod, akkor oké, hogy akkor innentől kezdve én sem fizetem be az adóimat, és majd, hogy esetleg lesz valami, akkor eltárolom meg te, mert ennyi erővel az egész falu ezt fogja játszani, hogy mindenki egy-egy ilyen elemet otthon eltárol, van belőle elég, tehát minden egyes ember, hogy kiadhatunk egy ilyen elemet, a szemünti elemet. Jó, csak mondom, ezt ne játszom. Igen, végül is, és meg is marad az elemet. Az áruzás, akkor mindenki a három ezt a kölcs azzal fut le. Akkor egy közös átvizélem is lesz. Zsákolás, nem csak a elemben. Az elemben. Ülés után is van egy képet. Jó, tehát kérdezem a képviselőtestet tagjai tisztelettel, hogy van-e még kérdés parancsolni. A KTN-t osztaljuk is ebből a... Igen. Megcsinálni, hogy meg kellett már 100.000 forintot körülbelül, hogy az biztonságos legyen. Hogy most kezdjük el a beruházást, és kezdjük, plusz még a BKV-dóknak ki kell venni egy 2-3 napot, úgy összepakolnak mindent, hogy most belevágjunk ebben? Erre én most mondtam. Mert az időben nem tudom benneket, mert holnap után itt vannak az elemek, és azon lehetek állom. Így van. Nem tudok, most nem tudok rá válaszolni. Hogyha ez a főszámoló nem teszik keresztbe annak, hogy mi szerződést tudjuk kötni, akkor a válasz az, hogy igen. Azokat a jövő héten fogjuk elhozni, ami ide kerülnek a hivatal épületbe, aztán más nincs. Jövő héten. Hét értettem. Jó, héten, jövő héten. És akkor ugye azok a székek, akik voltak, azok mennek fel a... Hát egy is van. Már egy része, hogy jó. Az asztalon egy része is tudtam elmondani. Na, mivel is oké, köszönöm. Van-e valakinek még így a tárgyhoz kapcsolódó
kérdéssel. Kérdezem akkor a képviselőtestületet, hogy elfogadja ezt a határozatot, tárgyalatokkal, amely igen kérem, hogy most szemben. Megalapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Következő napirendi pontunk a 8. Sziget utcai önkormányzati Vérház 6-os számú lakására kiírt pályázat elbírálása. Attila, kérlek. A testület október 25-i ülésén döntöttünk, hogy ezt a lakás értadására pályázatként a helyben szokásos módon került a megfizetésre. A határidői 7-es darab pályázat érkezett be. Ezt a pályázatokat Légyőrítőbizottságnak ülésén tárgyalta meg, és alakítottak ki javaslatát, arra vonatkozólag, hogy állapotfeles sorrendben kivált közbérleti szerződés 2016. január 1-től konkrét személyre vonatkozó javaslat a Légyőrítőbizottságnak. Népjóléti Bizottság javaslatát várom, mert az ugye... A hét pályázatos önnél visszalépett, egy érvénytelen minőségekülművel munkaviszonyban Visegrádon jelenleg, és nem is lakott Visegrádon eddig, csak most egy-két hónap jelenleg a Visegrádon. Egy pályázó úgy vettük ki, hogy férfi és nem is beadta, kibetető beadta olyan lakásra, és így a megvan a pályázat közül, ami megvan egy három gyerekes, aki most így bedagint. Szabó Szédi, Én azt kérjük, hogy a következő napi rendi kongressz az egyesnek a kiírása, hogy akkor akik most nem tudtak, vagy nem nyertek, azok oda jelentkeznek be, hogy mindig van esély. Főként azok, akik érvényeset adtak be, mert voltak érvénytelenek. És még egyetlen egy problémánk van, hogy szeretnénk, hogyha módosítanánk ezt a nem törvény, hogy mi ez, a rendeletet, hogy maximum 8 évig, tehát egyszer 5 évig, és utána maximum 3 évig hosszabbítsuk meg bárkinek, aki ott lakik, ugyanis ez a ház az arra épült, hogy valaki keveset fizet, és fiataloknak, hogy indulásra legyen hol lakni, és utána kimenjenek, és nem úgy, hogy egész életük végig itt van. Tehát ezt hívjuk fel a figyelmet mindenkinek, aki ott lakik erre, és változtassunk ennyit, nem a kortól függően, hanem más fiatal is el tudjon indulni ebbe a lakásba, és ki tudjon innen szállni, és valamit el tudjon kezdeni ezen. Épp nincs egy másikat, hát ez is egy jó ötlet. Igen, jó. Akkor én azt gondolom, hogy ezt... Igen, csak így meg már nem gondoltuk, hogy ennyi lesz a jelentkező. Mert ugye a múltkor, amikor megértük, akkor nem volt senki. Most már bejöttek összesen végül 8-an, de abból egy házas pár volt, hogy mind a ketten. Akkor jó, én ezt... Azt gondolom, hogy akkor ez egy rendelt módosítás, tehát akkor ennek annak módja szerint, hogy ez kezdett következő ülésre, akkor Zsolti, akkor kérlek, hogy majd mind bizottsági tag vagy elmélkedett képviselő, akkor ezt egyeztet egy szíves Attilával, és akkor ennek a szövegezését akkor megküldjek. Egyébként az Jelzsúlyi Jósolt, hogy a Tehát akkor a határozati javaslat, a kiküldött határozati javaslat, tehát kiegészül Szabó Szilvia nevével. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja a határozati javaslatot így, amennyiben igen, kérem, hogy most szavazni. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Következő napi rendi pontunk a 9. Sziget utca 11 szám alatti önkormányzati bérlakás 1-es számú lakására vonatkozó pályázat kiírása. Ugye ez volt az, amit elhalasztottunk a óvos kérdés megoldásán reményében, esetleg egy szükségesség miatt. Jelenleg ez a lakás augusztus
31. óta üresen áll, mert az akkor bérős felnőtt a bérlaki szerződés kiköltözött, és hát Pogácsi is mondta, időközben kiderült, hogy a házorvos nem tart igényt a lakásra, és az előző ülés ennek fényében kért képviselő úr szerepelne majd a mai ponton, hogy erre valóban is döntsön a képviselőtestület pályázat hívásáról, mert ennek a joga a helyi rendelet értelmében a képviselőtestület. A pályázati kihívás szokásos formában történik, és nyilván az előző napi rendben nem nyertes pályázóknak már eleve jeleztem a pályázat feladásokon, hogy lesz egy lakás, illetve ezután még egyszer is fogjuk jelezni nekik, hogy nyugodtan pályázhatnak erre a lakásra is. Már volt, aki meg is nézte az egyes lakást, és hát biztos, hogy meglévők mellett pályázók is lesznek erre a lakásra. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Akkor én kérdésem, csak szeretném mondani, hogy a jegyző megkereste a bizottságot, hogy az orvos lakása üresen áll, és mivel most az orvosunk úgy néz ki, hogy december 1-től betöltődik, és az nem igényli a lakást, hogy ne álljon üresen ott a lakás, próbáljuk meg azt is megpályáztatni, vagy kiírni pályázatot, mondjuk 1+1 évre, mert az orvos doktornő itt lesz, ha ne adja az Isten, de fél év múlva meggondolja magát, mert lottó ötös lesz és elmegy, akkor is egy év legalább lesz, míg ez lezajlik a következő orvossal a dolog. Tehát 1 évre, vagy 1+1 évre, vagy ameddig adjuk ki, míg nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a lakással a szokásos béleti díjjal, mert véleményem szerint az lakható, maximum egy tisztasági mefelést kell csinálni. És lehet, hogy lenne jelentkező rá. Költsége alapon, nem szociális alapon, hanem költsége ellen adjuk ki. A költség az úgy, ahogy a rendelemben megvan, tehát ez a 47.000 plusz rezsi. Tehát mert ugye úgy van, hogy a, mit tudom én, milyen fokozat. A nézetvétel alapján, amelyik megvan az költség ellen. Ugyanannyi, hogy a dolgozat, amelyik kiadtuk, ugyanannyi a megkiadtuk. Annyi van, hogy ebben az állapotban, hogy most már maximum egy meszelés valaki csinálja, ez a maximális. Tisztasági meszelés kell talán. Egy tisztasági meszelés, ez kell, hogy az alkalmat teljesen nyitjuk ki. Annyi, hogy meg kell nézni, hogy a gázkazán működik, de én tudom, hogy működik. Nem írhatjuk át, nem ír a közműleket. Jó. Mert nem szeretnék megjelenni az előadóban. Megint igazából a napjelenkéből azért picit sikerült elcsavarodni. Én azt gondolom, hogy ez egy helyinvaló javaslat, meg kell vitatni. Meg azt is azt gondolom, hogy azon sem kell gondolkodnom, hogy minden közműleketáról vele, akár így, akár úgy. Nyilván figyelmevelve azt is, amit Tamás mond, tehát ez igazából így most egy nem túlságosan kúrás és értékes ingatlan, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb költenünk kell, hogy hogyan és főképpen kell találni. Kérdezem tehát akkor viszont, hogy ezen a napi rendi ponthoz kapcsolódóan van-e valakinek még közbeszólása?
ha nincs is a képviselőtestület elfogadja a határozott javaslatot, tehát egy pályázatot írunk ki, kérem, hogy most szavazzunk. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. 10. napi rendi pontunk a Nagy Lajos utcai járda felújítás, az térbuszból a beszerzése, amennyiben jelentkezik. Egyébként is hosszú volt a nagy szó. Nagyos Király utcai villamosház előtti járdaszakasz felújítása már régóta napirenden szerepel. Probléma, hogy a terület a Magyar Közút Non-Profit Zrt. Kezelésében van, Magyar Államkodjadóra, és ahhoz, hogy a felújítási munkálatokat elvégezzük az önkormányzat tulajdonos helyett közútkezelői hozzájárulást kellene kérni, amikor az önkormányzat, tehát polgármesteri hivatal 2017 kora tavasszal megkért, de csak október 26-án érkezett meg. Eger a felújításhoz 8 cm vastag betonmarsakőre van szükség, amelyet állásokat kértünk be az EGAMTÖ Kft-től. Az árajának szerint 3307 forint négyzetméter áron, nettó négyzetméter áron az árajának szerint, amiért a tájától kormányzatnak. Ez mintegy 200 négyzetméteres felület van, hanem ez a összeg meghaladja az összekatát, amilyen a polgármester egyszerűen kötődött vállalva. Ez az összeg 3400 forint az önkormányzat dolog kiadásról rendelkezésre áll, tehát a macskakő megvásárlásának nincsenek pénzügyi és jogi akadályai. Köszönöm szépen! Előterjesztés ismertetését, van-e valakinek kérdése, amennyiben nincs? Hozzászólásod. Ja, bocsánat, az ez parancsolat. Igen, én szeretném megköszönni a közútnak ezt a nagyon kegyes dolgot, hogy beleegyezett abban, hogy az ő tulajdonától is egy legjobb kormányzat megcsinálja. És azt is nagyon szeretném megköszönni, hogy biztosítanak az önkormányzatnak egy műszaki ellenőrt, akit az önkormányzat kifizetett azért, hogy az ő útjukat megcsinálja az önkormányzat. Tehát ez egy akkora nagy lelkű tett volt tőlük, hogy nagyon szépen köszönöm ezt a nagy lelkű tettet, amit végrehajtottak erre kapcsolatban. Hát gondolkoztak is rajta félben, hogy ezt összehozzák. Nem az a baj, nem az a baj, hogy ők biztosítanak a saját területekre biztosítanak egy műszaki ellenőrt, akit még az önkormányzat fog kifizetni azért, hogy a közútnak megcsináljuk azt a járdaszakaszt, vagy útszakaszt, amit az engedélyezés is kell. Igen, meg az engedélyezés. Ez egy nagyon nagy felajánlás volt a közúton, ezért szeretném ezt megköszönni a közútnak is, a vezetőségnek is, aki ilyen gyorsan és frappánsan ezt elintézte ezt a dolgot. Mindenképpen szeretem volna nekik mondani. És hogyha személyesen találkozok, akkor személyesen is el fogom mondani. Körülbelül először találkozok velem, mint Hatházi Sándorral, de azért mondtam itt el a tévé nyilvánosság előtt, mert itt talán meg tudja egyszer végre hallani, hogy jól lenne, hogyha valamit csinálnál. A dolognak az érzelmi részében, amit Rótos elővezetett, azzal teljes mértékben egyetértek. Annyi pontosítás azért szükséges, hogy ugye ez egy olyan kulcsa állapot, hogy ugye valóban a területnek a tulajdon jogait a kezelése az a Magyar Közlekedési Koordinációs Központ, viszont ők a saját magukra vonatkozó törvény, a működésüket meghatározó törvényi jogszabályi környezet miatt ők járták, meg nem építenek. Az viszont az önkormányzatnak a dolga, és hát valóban ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy az önkormányzat ott építi járdát, kell neki egyébként, mert más meg nem teszik, amelyik meg nem az ő saját területe. Úgyhogy egyébként azzal a részével, hogy ez milyen módon, tehát ugye most ezt engedélyeztetni, most terveztetni kell, engedélyeztetni kell, aztán utána valóban ezt a műszaki felügyeletet biztosítani a önkormányzat költségére, hát ezzel kapcsolatban azért dolgozunk, hogy ez ne pont úgy legyen, ahogy nem szeretnénk, mert valóban mértéktől annak tartok, hogy mondjuk 840 ezer forint utóára lerakott burkolatért közel ekkora összeget
fizetni a műszaki felügyelet és egyebek. A képviselőtestület tagjai pontosan ismerik a véleményemet azzal kapcsolatban, hogy a mérnöki munka és a műszaki előkészítés és egyebekre kell pénzt áldozni, de én is úgy gondolom, hogy van azért egy határa ennek, ahol már nem. Van-e valakinek kérdés, hogy hozzászólás? Még egy mondat, hogy ez a munka csak tavasszal fog elkészülni, mert most meg lesz véve, ez az aktázat tavasszal fog elkészülni. Igen, ez nem szóval. Szombatig még tavasz van, köszönöm szépen, Korbán vannak a képviselő úrnak. Kérdezem, van-e még valakinek hozzászólása? Igen, egyébként igen. Nyilván ezért is. Kérdezem a képviselőtestületet, tehát, hogy a határozati javaslatot elfogadja, amennyiben igen, kérem, hogy most szavaz. Megállapítom, hogy 7-9 szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Tekintettel arra, hogy a Zsolti itt sem volt még, amikor a napirendre szavaztunk, és a mai napon kitűrdésre áll a pótnapirend, én javaslom egy rövid technikai szünetet, hogy meg tudja mindenki ismerni, csak nem volt lehetősége ezt a három pótnapirendet leszünetni. Következő, uraim, akkor folytatjuk. Következő napirendi pontunk, tehát ezek a pótnapirendek. A Visegrád 112/7-es helyezi számú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondásra szóló határozat. Megkérem Attilát, hogy ismertesek. Sirály utca 2 szám alatt található ez az ingatlan, és Fogger Ferencnek van itt egy-kettő tulajdonlánya, de ezt az ingatlant eladja a Sirály étterem és szálloda Kft.-nek. Ezt az egy-kettő tulajdonrészt. Ezen az ingatlanban az önkormányzatnak elővásárlási joga van, hanem egy helyi rendelet értelmében. Erről az elővásárlási jogról kell nyilatkozni, hogy az önkormányzatot szeretné megvásárolni. 7.293.700 forintért adja el ezt a tulajdonrészt. Köszönöm szépen, van egy kérdés? Parancsolj! Úgy emlékszem, de kicsit humánsan az emlékeim, hogy a Sirály utcának a helyzetét azért nem rendezték meg, hogy volt egy fenntartási időszak, amiben 2005 végén körül jár le. Ugye az ottani vállalkozóknak egy pályáztató is megjelent, hogy ennek kapcsán kérdezni, hogy ez lezajlott a fenntartási időszakra is, hogy tudnak el a utca helyzetét. Szóval a jogberendezésén volt. Igen, ők nem jelent. Hát ez két független dolog, nyilván itt ugyanaz vette meg, aki ott fent tart, de ugyan. Jó. Egyéb hozzászólás, kérdés nincs, amennyiben a képviselőtestület elfogadja a kiküldött határozati javaslatot, kérem, hogy most szavazza. Megállapítom, hogy 7-igen szavazott a képviselőtestület, megszavazta a határozatot. Következő napirendi pontunk az Egyrejüles Visegrád Városközpont fejlesztési tárgyi projekt záró rendezvényének megszervezésével kapcsolatos. Ugye már ülésén is volt róla szó, tehát ez a úgynevezett Városközpont fejlesztési beruházás projekt lezárulásához közeledik, itt záró rendezvény megtartása feladat is kell is, és elszámolható ennek a költsége. Ezzel kapcsolatosan a Visegrád Tours-tól kértünk be árajánlatot, itt a másoktól nem, tekintettel arra, hogy a beérkezett árajánlat nagy része, túlnyomó része elszámolható a projektben, illetve Visegrád Tours, nyilván aki melyben él, tudja, nagyon jártas ilyen típusú rendezvényekre kapcsolatban. Egyébként a értéke ennek a árajánlat 298.000 forint bruttó összeg. Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, és a képviselőtestület elfogadja a határozatot ezzel kapcsolatban,
mely kiküldése került a mai napon országban. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Utolsó előtti napi rendünk pedig Mikesi Tamás képviselő tiszteleti ennek felajánlásával kapcsolatos. Ugye, ahogy mondott? Aki tiszteletben GM-ból 90.000 forintot az április iskoláit alapítvány részére ajánl föl 30.000 forintot ösztöndíjra, 35.000 forint nyári távoli befizetésre, illetve alapítványi működési költségekre, 25.000 forintot, valamint a Szent Mihály alapítvány részére két, hogy tiszteletdíjat 107.990 forintot ajánl föl. Először a határozatot kérdezem a képviselőtestet, elfogadja, elmenjünk, igen, kérem, hogy most szavazzunk. Megállapítom, hogy 7 igen szavazott a képviselőtestet, elfogadja a határozatot. Egyebek, van valakinek egyéb? Parancs, igen, nekem van egy, azért nem vittem a napirendi pontok közé tiszteletdíjamat, ugyanis én szeretném felajánlani az idősebb karácsonyára az októberi vagy novemberi tiszteletdíjamat, nem tudom, hogy melyik van, és ez ugye a önkormányzó dologiban van, és ezért a Folyki Modell fejlődésének a finanszírozására ajánlom fel ezt a pénzt. Köszönöm szépen. Mert akkor határozni nem kell. Nem, ez dologiban marad. Dologiban marad. Köszönjük szépen a felajánlást a szervezők nevében is. Parancsolj. Egy, köszönöm a szót, egy kérésem volna, korábban egyeztettünk többekkel, sőt, tulajdonképpen mindenkivel a képviselőtestületből, hogy a Lepencei strand esetleges jövőbeni hasznosításának hatásvizsgálatát is tartalmazó tanulmány elkészítését kezdeményeznénk. Én amennyiben ez lehetséges, a polgármester úr tudja támogatni, jegyző tudja segíteni. Én még a fennmaradó tiszteletdíjamat azt a következő rendes ülésen erre felajánlám, ha és amennyiben tudtok egy olyan ajánlatot hozni, amiben beépülhet ez a tiszteletdíj, és elindulhat ez a munka. Én javaslom, hogyha ez vélelmezhetően meghaladja az én tiszteletdíjamat, akkor azt az összeget egészítse ki az önkormányzat. Köszönöm szépen. Láttam az interneten, nem sokkal haladja meg 587 millió, hogy megvegyük. Nem a megvegyük. A hatást. Gondolom, hogy ennek a kiegészítését akkor arra is szívesen felajánlom, nem hogyha lenne másik néhány, mondjuk 500 polgár, aki hozzátenne annyit, amennyit én ehhez most hozzá tudok tenni. Szerintem nincs. Bár úgy lenne, de a hatástalanulmányról beszélnénk. Hogy elég sok helyig leszel, nem feltételek szerint, ha a polgármester, akkor ez még esetleg hosszú távon lehetség. Nagyon csárító az ajánlat, de nem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e valakinek még egyébben? Amennyiben nincs, akkor megköszönöm a jelenlétet, nézőknek a figyelmet, türelmet, a képviselőtestület ülését, berekeztem.